Gospodine Koch, sada ćemo utvrditi vaše osobne podatke za zapisnik. Vaše ime? Plac. Kada ste rođeni? 11. ožujka 1973. Imam 40 godina. Jeste li oženjeni? Jesam. Imate li djece koja su rođena u braku ili izvan njega? Imam jednog sina. Ima 2 godine. Zove se Boris. Milyen következményekkel járhat, ha egy vadászgép hivatásos pilótája a parancs ellenére kilő egy a terroristák által eltérített repülőt, amit egy stadionba akarnak vezetni, és ezzel megöl 164 embert, hogy megmentsen 70 ezret. Ferdinand von Schirach Terror című drámája tragikusan aktuális helyzetet elemez, a feloldhatatlannak tűnő dilemmát egy tárgyaláson keresztül ábrázolja a szerző, ahol minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytatnak, hogy teljes egészében feltárják az eseményeket és a motivációkat. A darabot ezúttal horvát nyelven mutatták be a Pécsi Horvát Színházban, ahol a premierrel egy időben ünnepelték az intézmény 30. születésnapját. Hát van egy plusz nehézség benne, mert nem egy hagyományos dramaturgiával készült előadás, és nem is feltétlenül egy kifejezetten színpadra készült helyzet. De annyira érdekes az alapszituációja a darabnak, hogy szerintem tökéletesen működik a színpadon. És az, hogy gyakorlatilag a vádlottnak és két tanúnak a vallomását látjuk, ez olyan izgalmasá teszi, és annyira képileg meg is jeleníti egyúttal ezt a történetet, hogy a nézők számára is szerintem egy rendkívül izgalmas történet alakul ki. Ráadásul ugye a dramaturgiának ez egyik leglényegesebb pontja, hogy a nézők az eladás végén szavaznak arról, hogy a vádlott az bűnöse vagy sem. Tehát tulajdonképpen szerepet kapnak ilyen formában a nézők is, és ilyen szempontból is különlegesebb, mint egy hagyományos színházi előadás. Ha nem is volt pontosan ilyen szituáció 2001-ben, de ha jól olvastam a sztorit, azért csak szeptember 11-e jut szerintem sok mindenkinek az eszébe. Igen, megidézik benne, egyébként ez egy 2013-as történetet elemez, de valóban beszélnek a 2001-es tragédiáról, tehát amikor ugye a World Trade Centerbe beleütköztek ezek a repülők, belevezették a repülőket, és nyilvánvalóan a nézők is a legelejétől fogva ezért, hiszen meg van említve konkrétan, erre is asszociálnak egy idő után. De hát egyébként más háborús dolgok, tehát ez a háborús környezet, ami jelenleg körbevesz minket, ez is hat szerintem erre az előadásra, tehát plusz hullámokat vett tulajdonképpen, és ettől még feszültebbé alakul ennek a tárgyalásnak az atmoszférája, amit azért igyekeztünk mi is úgy megformálni, hogy tulajdonképpen ez a feszültség ez fokozatosan épüljön, és végül, amikor a szavazásra kerül a sor, akkor a néző úgy érezze, hogy egy valóságos helyzet és egy valóságos tárgyalás ügyében dönt tulajdonképpen, és ettől rendkívül is újja lesz az előadásnak. Aztán persze kiderül majd, hogy a bűnöse vagy ártatlan a vádlott, de ez mindenki számára meglepetés ezen az előadáson. Arról beszélgettünk, hogy ment a Pécsi Nemzeti Színházban a terror, de horvát nyelven kihívás volt, nem tudom, hogy mennyire bírja a nyelvet. Én nem beszélek egyáltalán horvátul, viszont 2015 óta dolgozom horvát barátaimmal, itt a horvát Pécsi Horvát Színházon keresztül, meg Boszniában is dolgoztam, Tuzlában is dolgoztam. Szerencsére a mi generációnk az rendkívül jól beszél angolul, úgyhogy semmilyen probléma nincs ilyen szempontból értelmezés szinten. És hát a szöveget, a magyar szöveget azt én folyamatosan követem, nyilván elég sokat olvasom, tehát anélkül is tudom követni időnként, hogy olvasnom kéne hozzá a magyar szöveget. Tehát mostanra már kialakult egy olyan rutin ebben a munkametódusban, hogy ez mondhatom, hogy semmilyen problémát nem okoz gyakorlatilag, hogy ilyen nyelvi különbségek vannak. És egyébként sok mindenben közösen gondolkozunk, közel is vagyunk egymáshoz, úgyhogy tulajdonképpen ez egy nagyon barátságos és toleráns viszony, úgyhogy nem nehéz dolgozni ilyen formában. Mint említettem, a terror bemutatója egy estére esett a Pécsi Horváth Színház fennállásának 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepséggel. Az együttállás a rendező számára megtisztelő alkalom volt.
Így van, 30 esztendős, és ahogy mondom, én 2015 óta van szerencsém itt dolgozni, Vidákovi Szláven, de jó barátságban vagyunk. Egyébként mi a Nemzeti Színházban is dolgoztunk, már együtt ott ismerkedtünk meg, hosszú évek óta tart ez a közös munkafolyamat, és valóban egy nagyon megtisztelő eseményre kellett létrehoznunk ezt az előadást, és ez egy nagy kihívás is volt, de én úgy gondolom, hogy a kellő mennyiségű munkát beletettük, és a végeredmény nagyon bízom benne, hogy egy olyan minőségi előadás lesz, ami méltó lesz ehhez az eseményhez. Poštovani dame i gospodo porotnici, svi mi znamo gdje smo bili 11. rujna 2001. godine. Svi znamo gdje smo prvi put vidjeli prizore dva zrakoplova kako se zaletavaju u svjetski trgovački centar u Njujorku. Trećeg koji je eksplodirao nadomak Pentagona. I četvrtog koji se srušio na jednoj poljani blizu Pittsburgha. Svi možemo točno u sjećanju prizvati prizore ljudi koji iz zapaljenog nebodera skaču u smrt. To je bio teroristički čin masovnog ubojstva. A godinu dana kasnije, ovdje, kod nas, u Njemačkoj, jedan je muškarac oteo sportski zrakoplov, kružio iznad Frankfurta, prijeteći da će se zabiti u toranj Europske središnje banke. A Pécsi Horvát Színház hivatalosan 1992-ben indult útjára a város és a nemzetközi kultúra életében, bár már évekkel korábban csírázott, a tettyei nyári játékoknak köszönhetően. Alapítója a néhai Vidákovics Antal volt, most a fia vezeti a teátrumot. Végül is nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy milyen előadást válaszunk egy jubileumi évben, és... Iván, Funk Iván barátom, rendezőbarátom hívta föl rá a figyelmemet erre a darabra, hogy mi lenne, hogy ezt megcsinálnánk horvátul. Ez két dolog miatt volt számomra érdekes. Egyrészt azért, mert ez nem volt még horvátra lefordítva soha, szóval ez egy horvát ősbemutató lesz. A másik az, hogy az Eszéki Nemzeti Színházzal ez egy közös koprodukciónk, és nekik meg kifejezetten tetszett a téma. Én úgy érzem, hogy a mai világban ez annyira aktuális ez a téma, a terrorizmus és az ezzel összefüggő morális, bírósági tárgyalásos, hogyha csak belegondolunk abba, hogy nemrég volt Johnny Deppere, ami ment mondjuk egy évig is, az emberek szájtátva nézték a tévék előtt. Én úgy érzem, hogy ez a típusú színdara, mint a terror, ez egyrészről tényleg hihetetlen morális dilemmákat feszeget, másrészt pedig egy nagyon szórakoztató, hiszen az emberek, én úgy érzem, hogy nagyon szeretik az ilyen bírósági tárgyalásokat. A Johnny Deppnél szerencsére nem az internet közönsége szavazhatott arról, hogy most akkor mi legyen a vége a pernek. Itt viszont lehet, és azt nem tudom, hogy eredetileg is így volt megírva a darab, hogy a végén a közönség szavazhat. Így van, ez egy interaktív darab, ha úgy veszük. Az egész ugye egy bírósági tárgyaláson játszódik, és a nézők maguk a hogy is hívják, akik döntenek majd a vádlottnak a sorsáról. Ez az esküdtek, így van, az esküdtek a nézők. Ez azért számomra, én nagyon szeretem, régen játszottam egy Hajmeresztő című előadásban, ami egy interaktív előadás volt, és a nézők imádják azt, hogyha valamilyen folytán beleszólhatnak az előadás menetében, és természetesen itt a nézők fogják eldönteni majd, hogy bűnös-e vagy nem bűnös a főszereplője az előadásnak, és úgy lesz vége, ahogy ők döntenek. Ez a premier egy része az estének, de te is említetted a 30-at, ott is van a műsorfüzetnek az elején egy 30-as szám, 1992. És nem akarok megint érzelgős lenni, mint a múltkor, egy évvel ezelőtt, de ha utána olvas az ember, ezt a házat édesapád alapította, és volt benne jó pár éve, úgyhogy különös érzés lehet ide bejönni ma este. Így van, számomra ez egy nagyon-nagyon megható pillanat, hisz mondhatom azt, hogy édesapám örökségét kezelem, gondozom tovább az életben. Én nagyon sajnálom, hogy ő már nem láthatta ennek az épületnek az újjávarázsolását, az új színpadot, az új épületet, de bízom benne, hogy ő ezt föntről látja, és nagyon örül neki. És az még fontosabb az egész dolognál, hogy a Horvát Színház megélhette a 30. évfordulóját, hiszen a mai
életben, a mai helyzetben, a mai válságban azt kell mondanom, hogy nagyon nagy dolog az, hogy egy új színház épülhetett föl. Én innen is nagyon köszönöm a magyar kormány és Zágráb városának a támogatását, hiszen nélkülük ez nem jöhetett volna létre. És a 30 éves Horváth Színházat meg a közönségemnek köszönöm meg, a közönségünknek, akik kitartóan eljönnek ide, hiszen ha ők nem lennének, akkor nem lenne értelme ennek az egész színháznak sem. A napokban került elő egy 1998-as felvétel a Pécs TV archívumából, melyben az akkor 6 éves Horváth Színház igazgatója Vidákovics Antal elmondta, hogy egyik fő céljuk még inkább integrálni intézményüket a pécsi kulturális életbe. Halljuk, mit gondol erről 24 évvel később a fia Vidákovics Szláven. Én úgy érzem, hogy ezt a Horváth Színház teljes mértékben sikerült akceptálnia, ezt a dolgot, amit édesapám 24 évvel ezelőtt mondott. Nem csak, hogy Pécs városába sikerült integrálódnia a Pécsi Horváth Színháznak, hiszen bármelyik pécsi, itt a Pécsi Nemzeti Színház előadásai is láthatóak, de én úgy érzem, hogy országosan is, sőt, hogyha úgy veszem, akkor Horvátországban és azokon a területeken, ahol horvátul beszélnek, ott is szerves része a Horváth Színház. 45 év fókuszban. Az elmúlt hetekben az országos hírű pécsi fókuszcsoport is jeles évfordulót ünnepelt. Az ismert pécsi fotóművészekből álló alkotógárda 1977 óta 45 éve dolgozik együtt úgy, hogy közben minden tagja járja a saját útját is, és fényképeikkel rendre találkozni az országos és a helyi sajtóban kiállításokon egyaránt. A fókuszcsoport kiállítása mindig egy nagy esemény Pécsen, és azt kell mondjam, hogy mióta az eszemet tudom, tehát a 70-es évek óta ők már vannak, és mindig is voltak. Tehát ugyanannyira hozzátartoznak a pécsiséghez, vagy Pécshez, vagy a pécsi kulturális szellemi élethez, mint mondjuk a zsolnai hagyaték 100 évek korábban, vagy a Székesegyház még korábbról. Tehát ez a századfordulónak, tehát a 20. század végének és a 21. század elejének a lenyomata, az ő munkásságuk, mindegyiküké, és együtt is. Borbély Tamás, Harnóczy Őrs, Kálmándi pap Ferenc, Marsalkó Péter, valamint a néhai alapító dr. Lajos László. Ők az alkotók, 5 különféle egyéniség, tevékenység, amiből aztán végül mégis összeáll a különleges látásmódokból kevert egész. Ez az L1 került most ismét fókuszba a 45. születésnap alkalmából a Pécsi Galériában, ahol a köszöntőt mondó művészettörténésszel beszélgettünk. Egy rendkívül izgalmas, összetett korszak tanúi a fókuszcsoport tagjai, hiszen a modern fotográfia, az úgynevezett új fotográfia, ami rendkívül módon tapadt a képzőművészet akkor aktuális, izgalmas törekvéseihez, feltűnt. És a Mecsek Fotoklub keretei között egy fiatal társaság 1978 körül úgy találta, hogy saját alkotóközösséget alakít, és fókuszcsoportként kezdett el működni. Tevékenységükre elsősorban az a jellemző, hogy a hagyományos dokumentatív fotótémáktól eltávolodtak kicsit, és amennyire lehetett, kreatív módon kezdték használni úgy a fényképezés anyagait, eszközeit, mint a lehetséges témákat. Aki közelebbről is ismeri a fókuszcsoport tagjait, tudhatja, hogy nem csak látásmódjuk, hanem egyéniségük is sokban különbözik. Van köztük csendesebb fotóriporter és bohém alkotó is, és ez az alkotásaikon is látszik. Végül aztán mégis nagyon egyben van a közös kép. Mindenki más profillal rendelkezik, más-más erősségeik vannak, és ezáltal, ahogy ez a kiállítás is bizonyítja talán, nagyon szerencsésen egészíti ki egymást. Vannak szenvedélyes és érzelmes megnyilvánulások, erős torzítások és riadalmak, és vannak egészen higgadt, szinte szociológikus szemléletű közelítések. Vannak aztán melankolikus, merengő típusú alkotók, és hát van olyan is, aki természetábrázolással elkötelezett, az apró dolgok, apró események rögzítésével elkötelezett. Tehát ez egy színes spektrum, ha úgy tetszik, ami mint egész szerintem nagyon szórakoztató, érdekes. A fókuszcsoport pécsi, de éppen ennek a szórakoztató és érdekes összképnek köszönhetően országosan is ismert. A 70-es években számos más településen születtek hasonló alkotóműhelyek, de úgy tűnik, hogy ezek közül az egyik utolsó, életben lévő nagy mohikán épp a pécsi.
az említett időszakban, tehát a 70-es évek közepén, 80-as évek elején egy-két rendkívül erős új alkotócsoport jelent meg. Ezek rendkívül izgalmas, jelentős fotoművészeket idézőjelben mondom, termeltek ki magukból, de a csoportok maguk Szombathelyen, Veszprémben, Nyíregyházán, Budapesten is egy-két ilyen formáció, Debrecenben vagy Szegeden, beleérte Pécset is, szinte eltűnni látszanak ma már. A pécsi fókuszcsoport ezzel a 45. születésnapi kiállítással pedig azt bizonyítja, hogy lehetséges egy alkotóközösségnek valamely okoknál fogva, ezt ugyancsak taglalhatnánk, fennmaradni. És a fókuszcsoport maradt a nagy időkből, ezt is idézőjelben mondom, szinte egyetlen tanúként, akik változatlanul, ugyanavval a felkészültséggel, ugyanavval az alkotói szemlélettel nyúlnak a műfajukhoz, mint ahogyan régen. A fókuszcsoport kiállítása október 17-ig látható a Széchenyi téri Pécsi Galériában. Sokszínű volt a 29. Cigány Kulturális Napok ajánlata a nagy közönség számára a Baranyai megyeszékhelyen szeptemberben. Zene, tánc, kiállítás és cigány történeti konferencia is szerepelt a kétnapos rendezvénysorozat programjában a Rácz Aladár közösségi házban. Egyesületünk nagyon fontosnak tartja a kezdetektől, hogy a cigány kultúra értékeit, hagyományait ne csak ápoljuk, hanem be is mutassuk. Ma egy képzőművészeti kiállítást nyílik Szent András István grafikai gyűjteményéből, ami a Szent András István Galéria tulajdona is. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt az oldalát is megismerjék nem csak a cigány, hanem a nem cigány résztvevők is, mert különleges, egyedülálló gyűjteményről van szó. És a holnapi nap folyamán szombaton egy kultúrtörténeti konferenciára fog sor kerülni. 22. alkalommal rendezzük meg ezt a konferenciát. Fontos, hogy a cigányság történetéről, kultúrájáról szóló új kutatási eredményeket be tudjuk mutatni. A holnapi nap folyamán Molnár István Gábor Budapestről, Újpestről fog beszélni, az újpesti cigány primásokról és híres együttesekről, akik onnan indultak. Majd a hetvei cigány jelképekről fogunk előadást hallani, a cigány színház művészetről, és hát nyilván a képzőművészet sem fog elmaradni, tehát fontos, hogy az elmúlt 50 év eredményét be tudjuk ezeken az új művészeti ágakon is keresztül is mutatni, mert hogy hihetetlen fejlődésen ment keresztül ebben az időszakban a cigány kultúra is. Már nem mondhatjuk azt, hogy a cigányság kultúrája egyenlő a szegénység kultúrájával. Büszkék lehetünk arra, hogy az elmúlt időszakban, egy nagyon rövid idő, hiszen egy 50 év, ugye több száz éves kultúrákkal, vagy több ezer éves kultúrákkal rendelkező népekhez képest nem egy nagy idő, amióta ezek az új művészeti ágak is kialakultak és színesedtek. Úgy gondoljuk, hogy érdemes ezt bemutatni, hogy ne csak a cigány fiatalok, hanem mindenki más is elfogadja, hogy a cigány kultúra, a magyar és az egyetemes kultúra részévé vált az elmúlt évtizedekben. Olyannyira, hogy szinte nincs városi rendezvény vagy Pécs környéki falunap, ahol ez a kultúra, főképpen a tánc és a zene ne jelenne meg a színpadon. Az a nagyon érdekes dolog, hogy az autentikus cigányzene és a cigánytánc és a új kincsét éli tulajdonképpen mostanában, és ezek a hagyományok összegyűjtött formában megjelenhetnek, és koncentráltan táncolják őket, nem csak itt Baranyában és Pécset, hanem az ország különböző részén. Ugye sok együttes van,
és ezt látjuk akár a Ki mit tudokon és a különböző tévés tehetségkutató műsorokban, tehát nagyon színes, és ez fejlődött tovább ugye a zene kapcsán, nem csak a hagyományos autentikus zenéről beszélhetünk, ugye a cigányok alapították tulajdonképpen a magyar jazz zenének az elindítói voltak, Szabcsi Lakatos, Pege Aladár és a többiek. Én azt gondolom, hogy ez a műfaj is azt jelenti, hogy a cigányság, mint természeti nép, tud újrakezdeni, újra mindig, és a zenei kincsek alapján, amit hozott Indiából és a Balkánról magával, az kellő alapot adott annak, hogy ezekben az új műfajokban is megtalálják magukat, és hihetetlen sikereket érjenek el a világ összes színpadán. És akkor nem szóltunk még a gasztronómiáról, amiből kóstolót már kaphattunk a II. Pécsi Nemzetiségi Fesztiválon, de ennek a 29. cigány kulturális napok sem volt hiány, ételből és italból sem. Szeretnénk ugye mindig bemutatni nem csak az ételeket, hanem italokat is, a villány, mint a borászat egyik fellegvára, és a vörösbor egyik fellegvára. Nagyon fontos számunkra, hiszen a Alsó-Szentmárton település nem tudna élni, hanem lenne villány. Ugye több százan dolgoznak alkalmi munkába a villányi szőlészetbe, és hát fogyasztjuk a borokat is. És itt a rövid italok kapcsán is, ugye akár a görög konyakra vagy úzóra gondolva, azt gondolom, hogy fontos ezeket az értékeket is bemutatni, hogyha már a cigányság ilyen speciális itallal nem rendelkezik, legalább az ételek mellé fogyasztunk minőségi, más nemzetiségi italokat. Fontos állomásához érkezett a 2 éves, 5 országot átfogó Tráme projekt, amelyben a Magyarországot a pécsi világörökségi helyszínek képviselik. A Kodály Központban mutatták be azt a tanároknak és örökségpedagógusoknak szóló kézikönyvet, amely a középiskolás diákok aktív bevonását segítheti elő a kulturális örökségi helyszínek felfedezésében és értelmezésében. Az elmúlt időszak tapasztalataira alapozva módszertani kötet készült, melynek bemutatóján az egyik partnerintézmény, a pécsi Hajnóci József Kollégium diákjai is részt vettek. Nekem a legnagyobb élményt az átalakulás nyújtotta. Tehát, ahogy elnéztem a diákokat, tehát ahon itt elindultunk, és ahova megérkeztünk, ez tényleg olyan volt, hogy a társasjátéknak is, amit közösen csináltak a gyerekek, az a neve, hogy egy, azt a nevet adták neki, hogy egy végtelen utazás, ez a Never Ending Journey, ez számunkra is az volt, és az ő átalakulásuk volt a számomra a legfantasztikusabb, hogy fejlődtek nyelvileg, ahogy láttam, hogy a társas képességeik is fejlődtek, tehát ahogy elkezdtek együttműködni a kezdeti megszeppentség után a különböző nemzetiségű diákokkal, olasz és szerb diákokkal, hogy együtt dolgozni, ez volt nekem talán a legelképesztőbb ezt látni rajtuk. Olyan készségeket villantottak meg többen, amikről például én sem tudtam, tehát nem tudtam, hogy többen olyan képzőművész készséggel rendelkeznek, gondolom láttátok a kiállítási tárgyakat, hogy miket hoztak létre, mik voltak ezek a kreatív tárgyak, amiket csináltak. Szóval ezekről én sem voltam teljesen tisztában ezekről a képességeikről, azt kell mondjam. Tehát közben fedeztem föl én is őket magamnak. A könyv műfajánál fogva elméleti, de számos gyakorlati tanáccsal is szolgál. A szerkesztők igyekeztek arra törekedni, hogy ne csak elméleti rész legyen, hanem igen pontos gyakorlati útmutató is van arról, hogy hogy kell belefogni egy ilyenbe, mit ajánlanak a megismerésnek a fázisait. Tehát van egy elméleti rész az elején, de nagyon komoly gyakorlati tanácsok is találhatók benne arról, hogy hogyan kell belefogni egy ilyen projektbe, és hogy érdemes ezt csinálni. Tehát mindenképpen, igen. A diákoknak és pedagógusoknak a kutatás, az érdeklődés mellett volt még egy fontos oka, hogy részt vegyenek ebben a projektben. Teljesen őszintén megmondom, legelőször én is és ők is az utazás miatt vágtunk bele. Tehát meghallottuk, hogy római utazás, lehet menni Szerbiába is. Tehát ez volt az elsődleges. Ezt, hogyha mást állítanék, akkor az nem lenne igaz, akkor az nagyon ilyen hivatalos válasz lehet. Tehát mindenképp az utazás miatt mentünk bele. És egyre inkább belemélyedtünk az egész pályázatok, akkor sorba fedeztük fel a dolgokat. Tehát ezt a kreatív részét, a kooperációnak a fontosságát, hogy mennyire fontos, hogy mennyire jó együttműködni tényleg külföldi diákokkal, mi például elképesztő, csak hogy egy példát mondjuk, elképesztő barátságok születtek a köztünk meg a szerb tanárok között, hát meg is hívtuk kölcsönösen egymást ezekkel a belgrádi tanárokkal, tehát hogy ez egészben, hogy egyre inkább mentünk bele, egyre inkább világossá vált, hogy tényleg az együttműködés és kooperáció az legalább ilyen fontos. A 2 éves Trame projektnek a lényege az az, hogy a fő eredményt azt egy módszertani
kézikönyvbe olvasszuk bele. Tökéletes program nincs, mert mindenki más, minden iskola, minden intézményrendszer, minden együttműködés más. Nem fogunk tudni egy varázs módszertant adni az intézményeknek, hogy ők milyen oktatási programot hajtsanak végre együttműködve. Tanárok, örökségpedagógusok, illetve akik a legfontosabbak, azok a középiskolás diákok. Most csak azért állhatunk itt, és azért tudjuk megmutatni ezt a módszertani kézikönyvet, és bemutatni a projekt eredményeket, mert a középiskolások, akikkel együtt dolgoztunk, fantasztikusak voltak, és az ő eredményeik is fantasztikusak. A módszertani könyv, mely nemzetközi összefogással állt össze, mást jelent az iskolai tanárnak, mint az örökségpedagógusnak, de a cél közös. Egy tanárnak az a célja, hogy tanítson, egy örökségpedagógusnak vagy egy örökségszakértőnek pedig az a célja, hogy megőrizze az örökséget. És nagyon érdekes, hogy amikor egy programot próbálunk összehozni egy középiskolás korosztály számára, akkor a diákokat milyen szinten tudjuk bevonni a programba, és a program végén ők milyen nagy felnőttként is érkeznek ki. Az a lényeg, hogy egy olyan közeget próbáljunk nevelni ezekből az középiskolásokból, akik egyébként nagyon fogékonyak és kreatívak, akik aztán a szívükbe elrejtsék ezt a világörökséget, és úgy gondoljanak vissza, hogy ezt meg kell őrizni. Hiszen amit ismerünk, csak azt tudjuk szeretni, és amit szeretünk, azt megpróbáljuk megóvni. Amit én hazaviszek ebből az egész projektből, azok például olyan elemek, amiket én a jövőben be tudok építeni a már elég széles oktatási palettájába a világörökségi helyszíneknek. Olyan programokat sikerült most letesztelni ezzel a közönséggel, amiket most már tudunk aktivizálni a következő jövőbeli látogatóink, pici látogatóink számára is. Önök a Pécs TV kulturális magazinját, a Tónusokat látták. Köszönjük szépen figyelmüket, jövő hétfőn ismét várjuk Önöket. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.